hét kihagyás után jelentkezem újra. És hát múlt héten azért nem volt videó, főleg, mert még a tábor után pár napig migrénem volt, és nem éreztem magam túlzottan feltöltődve. Aztán pedig így eléggé gyorsan eltelt a hét, mert sütögettem is, csináltam egy kis sütit a szomszédnak, hogy ugye megköszönjük azt, hogy átjött, és megetettem acit, meg a degukat, ameddig mi a táborban voltunk. Aztán még egy kicsit kreatívkodtam is azt hiszem, hogy a hétvégén, és most megcsináltam egy olyan kis holdas tálka szettet, amit már régóta elterveztem, és meg szerettem volna csinálni. Mindjárt meg is mutatom. Ezek azok. Nem tökéletes, de nekem tetszik, úgyhogy azt hiszem ez a lényeg, és egy ilyen kis holdfázisos tálka szett lett ebből. Amint tudom tárolni az ásványaimat, de az is lehet, hogy nem fog benne semmit tárolni. Még nem tudom. Így a fotó kedvéért tettem bele őket, mert szerintem tök jól passzol hozzájuk a sok szép ásvány. Viszont ez a hetünk egy kicsit stresszesen indult, ugyanis el kellett vinnünk az egyik degunkat, Málnát, az állatorvoshoz, és már elég régóta daganata volt. Hát ugye először reméltük, hogy elmúlik, aztán csak nődögélt tovább, de még mindig reménykedtünk, hát ha lesz vele valami, hogy nem egy daganat, hanem mondjuk egy ilyen gennyes valami, ami így egyszer csak felszakad, és kijön belőle a genny, vagy ilyesmi. Aztán az utóbbi időszakban már eléggé fekélyes és sebes volt neki ez a kis daganat, úgyhogy most már muszáj volt elvinni állatorvoshoz, és hát mondták, hogy a jó hír, hogy meg lehet műteni, és hogy nem érint így semmilyen belső szervet, tehát így körülbelül a bőre alatt van. És hát megműtötték kedden, de eléggé féltünk, mert azt mondták, hogy nem biztos, hogy túléli a műtétet, főleg ugye az altatást, hiszen ő már 6 éves, és a deguknak ez meg az átlag életkoruk, úgyhogy eléggé veszélyes volt így a műtét, de szerencsére túlélte, érte is mentünk délután, és már egészen jól volt, fel volt ébredve, nézelődött, hogy mi van. Tegnap pedig, ugye a műtét után egy nappal pedig egy csomót futkározott a mókuskerékbe, úgyhogy úgy tűnik, hogy nincs annyira rosszul, viszont szegényke nem eszik és nem iszik, úgyhogy most így ilyen kis picike fecskendőkkel nyomjuk a szájába a vizet, és Miki pedig hoz majd este fele egy olyan ételt, amit szintén fel lehet így oldani vízbe, és akkor azt is megpróbáljuk majd fecskendővel a szájába adni, meg gyógyszert is kap, és hát van rajta egy nagy műtét is sebb, ami szerintem nem néz ki annyira rosszul, én őszintén szólva egy ilyen sokkal durvább sebre számítottam, ami nedvedzik, esetleg egy picit vérzik is, de egyáltalán nem volt semmi probléma. Ugye karanténben kéne lenniük most, azt mondta az orvos, de azt is mondta, hogy felügyelet mellett lehetnek együtt, úgyhogy együtt vannak, és együtt pihengetnek. Szerencsére Eper sem bántja a Málnácskának a sebét, szóval tök jó. Viszont most megyek el bevásárolni, úgyhogy szerintem arra az időre szét fogom őket választani, mert azért félek, hogy nehogy összekapjanak véletlenül, mert időnként azért szoktak veszekedni. Igaz, főleg kaján, de hát sose lehet tudni. Úgyhogy most megitatom, aztán pedig megyek el vásárolni a Lidlibe, mert akciós a kávé. Hát hiába vannak ilyen tök jó márkás kávék, hogy Nescafé, meg Omnia, meg ilyenek, én nem igazán szeretem a főzött kávét, hanem inkább instantot iszok, és ezt a Lidl-ös, egyszerűbb, olcsóbb márkát szoktuk inni, mert ez finom, úgyhogy most megyek bevásárolok belőle. Mindig, amikor akciós, akkor veszünk ilyen 5-6 üveggel egyszerre, és kitart egy rövid ideig. Nos, így néz ki a sebe, és most jöhet az itatás. Úgyhogy most mehetek vásárolni. Úgy döntöttem, hogy az erdőn keresztül megyek a Lidlbe, csak most még itt nincsen semmi fa meg árnyék, úgyhogy szétéget a nap, de majd mindjárt jobb lesz.
Üdv, már szombat van, és képzeljétek el, hogy tegnap Málna elkezdett szerencsére magától enni és inni, úgyhogy szerencsére nem kell kényszeretetnünk, pedig ugye Miki már megvette neki azt a kis táplálékkiegészítőszerűséget, végül is egy porállagú táp, amit vízben fel kell oldani. De hát nem volt egyszerű egy ilyen kicsi állatot etetgetni, ugyanis feszítettem a fecskendőbe, és véletlenül túl erősen vagy túl egy lendülettel nyomtam meg a fecskendőt, és szegénynek az egész arcocskáját beterítettem ezzel a zöld trutyival, és úgy nézett ki, mint a csaj az ördögűzőben, amikor ilyen zöldet hány, és úgy nézett ki szegény Degu is. Na mindegy, tök jó, hogy jobban van, és már nem is karanténozzuk, mert nem bántja a testvére, tehát tök jól el vannak, pihennek, futnak a mókuskerékbe, tisztogatják egymást, de szerencsére perbékén hagyja válnának a varratait, úgyhogy nem kell miattuk aggódnunk. A másik az, hogy most át fogunk menni a pólusba egy kicsikét vásárolni, de nem is ez a lényeg, hanem hogy utána szeretnék sütni egy sütit, mert holnap lesz anyósoméknak a névnapi ilyen összejövetele, és szeretnék csinálni egy levendulás vaníliás süteményt, amit már tavaly is elkészítettem, és remélem, hogy neki ízleni fog, mert mostanában elég így rá vagyok kattanva a levendulára. Habár múlt héten készítettem egy levendula szörpöt, és egyáltalán nem lett jó. Lehet, hogy úgy önmagában nem annyira jó, mert én eddig úgy ettem levendulát, hogy vaníliás sütiben volt levendula, meg csokis fagyiba volt levendula, és úgy tök finom volt, de így magában lehet, hogy nem is ízlene annyira, de szerintem el is rontottam egyébként a szörpöt, mert elég ilyen keserny és utóíze volt, aminek szerintem nem kellett volna lennie. Úgyhogy, hát igen. De ez a süti már le van tesztelve, mert tavaly már megcsináltam egyszer, és remélem, hogy mindenkinek ízleni fog. Szerintem nekik se lesz vele bajuk, mert egyébként ez a levendula íz eléggé fura és jellegzetes, és nem biztos, hogy mindenkinek bejön. De mivel eleve tőlük kaptunk levendulát, mert nekik is van otthon ilyen levendulás cukruk, ezért gondolom, hogy ízleni fog. Na, most viszont megyünk vásárolni. Elkezdjük már most nézegetni a kikket, hogy van esetleg már halloweeni cucc, mert ugye mindig elég hamar elkezdődik, bár tavaly pont nem, de tavaly előtt meg igen, úgyhogy készülőlet az egész. Már néhány héttel ezelőtt láttam egy-két ilyen Halloween tökös, ledes égősort, úgyhogy azért gondoltam, hogy ja, hát akkor lehet, hogy most már jönni fog ez a halloweeni kollekció. Hát, meglátjuk. Hát, egyelőre csak ennyi. Ezek szerint. Meg az összes többi őszi cucc. Jó, azért van egy boszorkány, amire mondhatjuk, hogy halloweeni. Meg ez a kis tök. No, elkezdtem sütni a sütit, csak félúton jöttünk rá, hogy nincs itthon joghurt, pedig direkt megkérdeztem kétszer is Mikit, hogy akkor biztos megvett mindent, biztos megvan minden, ami kell a sütihez, és mondta, hogy igen, igen, és közben derült ki, hogy amúgy mégse, úgyhogy most várom, hogy hozza a joghurtot, és már úgy nagyjából minden össze van rakva, most már tényleg csak így össze kéne őket turmixolni, és mehet is a sütőbe. Hogy került fel oda. Vasárnap van, és ma lett volna ez a kis családi összejövetel, és el is mentem, csak az utolsó pillanatban mondták, hogy lesz egy olyan családtag, akivel még nem találkoztam, akit totál berezeltem, és nem mertem bemenni, és inkább hazamegyek, úgyhogy hú, most kicsit így belütött a szociális fóbia. Egyébként nem lett volna talán akkora baj a családdal, de most így plusz egy ember, hát lehet, hogy csak a fáradtság miatt voltam ma ilyen nyűgös, nem tudom, meg éhes is vagyok, de lehet ezért volt most ez. És ráadásul Miki még a sütinket is otthon hagyta, ami egyébként az ajándék lett volna, úgyhogy nem vagyok túl boldog ettől, de minden még oda tudjuk adni. Na, most viszont sétálgatok haza, csak nem ismerem ezt a helyet, úgyhogy itt egy kicsit már kóvályogtam, és rájöttem, hogy Google Maps az segít. De amúgy tök hangulatos kis utcácskák is voltak itt, ahogy itt erre sétálgattam. Szóval nem annyira rossz ez a hazasétálás. Csak kicsit para, mert
Szerintem lehet, hogy megint esni fog. Valószínűleg nem látszod, hogy milyen az ég, de ma már volt hatalmas eső, meg előtte napsütés, meg utána is napsütés, úgyhogy most szerintem az eső következik. Remélem, hogy nem, mert egy kicsit kellemetlen lenne elázni, nincs nálam esernyő. Na, de akkor irány haza. És sőt, az is tehát, hogy erre a hétre már elköszönök, mert otthon szerintem már nem fogok videózni, úgyhogy sziasztok, jövő héten találkozunk, remélem.